Gyújtópont. Nálunk elég egyetlen hírszikra. Donald Trump amerikai elnök Washingtonban aláírta a hongkongi tüntetőket támogató törvényt, amely előírja, hogy a kormány évente vizsgálja felül Hongkong helyzetét pénzügyi, emberi jogi szempontból, és felszólítja az elnököt, hogy szankcionálja azokat, akik csorbítják az emberi jogokat a kínai különleges közigazgatási területen. Vendégünk a témában is vonalban van, Kúsai Sándor volt kínai nagykövet, Kína szakértő. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm. Jó napot kívánok! Mit szól Kína az Egyesült Államok ezen lépéséhez? Természetesen Kína elutasította ezt a lépést, és viszont szankciókat helyezett kilátásba. Nevezetesen milyen szankciókra kell gondolni? A részleteket még nem mondták, ezeket azt nyilatkozta a kínai külügyminisztérium, hogy ezeket akkor fogják pontosan bevezetni, amikor az amerikai fél a mostani törvény alapján bármilyen szankciót hoz Kína ellen. Akkor ez még egyelőre elég megfoghatatlan, de azért azt kijelenthetjük, hogy az eddigi, hát elég kétséges kínai-amerikai kapcsolatokra nézve azért ez sem egy túl előremutató pozitív lépés. Hát tulajdonképpen ennek az amerikai törvénynek igazából semmilyen jelentős hatása Kína politikájára nem lesz, viszont az a következménye meg lesz, hogy Hongkongban a feszültségek folytatódni fognak, és másik oldalról egy újabb, még egy feszültségpont került be az amerikai-kínai viszonyba, amelyben már így is sok-sok feszültség van, de hát most egyel több van, úgyhogy ennek a törvénynek valójában ez a konzekvenciája, szerintem ez a célja is, tehát ez nem nagyon szól arról, hogy Amerikában bárki úgy gondolta, hogy a kínaiak majd megijednek, és azt csinálják, amit az amerikaiak akarnak. Szerintem ilyen naív gondolatok senkiben nem voltak Washingtonban. De azért azt mondhatjuk, hogy ez egyfajta támogatás kifejezése a hongkongi tüntetések mellett? Hát ez egy politikai támogatás kifejezése, igen, de ez egy kétélű dolog, aki már élt Magyarországon 1956-ban, az átélte azt, hogy a nyugati rádióadók támogatták a tüntetőket, aztán amikor jöttek a szovjet csapatok és lőttek rájuk, akkor egyetlen nyugati katona sem jött ide megvédeni. Ez körülbelül ennyit ér ez a támogatás. Értjük, ebből mindent értünk. Ugye vasárnap voltak a helyhatósági választások Hongkongban, és elsöprő sikert arattak a demokrata párti jelöltek. Mi a jelentősége ennek a választási eredménynek? Ez a választási eredmény azt mutatja, hogy a hongkongi lakosságnak egy kicsit több, mint fele támogatja a tüntetőket. Ugyanis 90%-át szerezték meg a képviselői, a helyi hatósági képviselői helyeknek az úgynevezett demokrácia párti pártok, de azt azért tudni kell, hogy a hongkongi választási rendszer az pont olyan, mint a brit választási rendszer, amit úgy hívunk, hogy egyszerű többségi választás, tehát ha egy-egy szavazókörzetben valaki egyel több szavazatot kap, mint a másik, akkor megnyeri a körzetet. Aha. Ha megnézzük a szavazati arányokat, akkor 56% szavazott a demokrata párti elnökre, és 43% a kínai kormány által támogatott jelöltekre, tehát egyáltalán nem 90-10 az arány a közvéleményben. Ezt jó, hogy mondja, mert azért egyes sajtóban ez kicsit olyan csúsztatva jelent akkor meg. Hát ez természetesen így jelenik meg, mert tényleg a képviselői helyek 90%-át elvitte az ellenzék, de ez mindig, ha választásról van szó, mindig oda kell figyelni, hogy milyen a választási rendszer, hiszen Magyarországon ugye kevesebb, mint 50% szavazattal lehet kétharmadot szerezni a parlamentben. Tehát ez más országokban is előfordul, hát többek között ez Hongkongban is így volt, de ettől függetlenül az vitathatatlan tény, hogy többen támogatják a különböző tüntető csoportokat, mint ahányan nem.
és ez azért mutatja azt, hogy pillanatnyilag milyen a közhangulat Hongkongban. Világos, igen. Tehát akkor mondhatjuk, hogy ez volt az egyik fő jelentősége ennek a választásnak, hogy egyfajta erődemonstráció, amely megmutatja, hogy végül is Hongkong közvéleménye hogyan viszonyul a már több mint fél éve tartó tüntetés sorozathoz. Így van. Ez egy nagyon megbízható, nagyon precíz közvéleménykutatás volt, amely megmutatta azt, hogy mik a hongkongi közvélemény, a hongkongi szavazók politikai hozzáállásai ehhez a kérdéshez, ugyanis maguknak a kerületi tanácsoknak, amiket most választottak, a hongkongi politika szempontjából különösebb jelentőségük nincs, még annyi sem, mint amennyi Magyarországon az önkormányzatoknak, igen? Hiszen a hongkongi olyan a hongkongi berendezkedés, hogy ezek a kerületi tanácsok tényleg csak helyi ügyekről dönthetnek, busz járatok útvonalairól, meg ilyenekről. Tehát érdemi politikai döntés a kezükbe, oktatás, egészségügy, vagy mit tudom én, mi az nincs. Ott az nincs. Hongkongban ezek mind a hongkongi kormány hatáskörében vannak, tehát ezek kifejezetten tényleg a helyi ügyek, hol épüljön játszótér, és így tovább. Világos. És amúgy a kormányzó részére ez mekkora pofon vagy figyelmeztető jelzés lehet így a választási eredmény? Hát semmiképpen nem interpretálható óriási sikerként, ez biztos. Bár nagyjából előre lehetett sejteni, hogy valami ilyesmi eredmény fog kijönni, hiszen nagyon felfokozott érzelmek voltak a választást megelőzően. Az előző héten a hongkongi műszaki egyetemen volt szabályos kisebb csata, és így tovább. Tehát ebben a helyzetben az a normális, hogy a közvélemény úgy reagál, de ettől függetlenül természetesen a hongkongi kormánynak itt le kell vonni a következtetéseket egy csomó dologgal kapcsolatban, de sajnos én attól tartok, hogy ez nem nagyon fog megtörténni, mert hogy már 6 hónap alatt már többször levonhatta volna a hongkongi kormány a megfelelő következtetéseket, de nem tette. Mit kéne csinálnia? Hát én nem tudom, hogy természetesen a egy részéhez az alapvető hongkongi berendezkedésnek, ahhoz a hongkongi kormány nem tud hozzányúlni, mert azok a hongkongi alaptörvényben vannak, amelyeket a pekingi parlament hozott, és csak azt tud módosítani, tehát ott a központi kormánynak vannak dolgai, de a hongkongi kormány már réges-régen lehetett volna sokkal rugalmasabb, kezelhette volna a hongkongi feszültségeket, hiszen ezeknek a tüntetéseknek valójában csak a kirobbantó oka az a kiadatási törvény, amiről kezdődött. Hongkongban egy sor komoly társadalmi feszültség és probléma van, amelyetről a hongkongi kormány az utóbbi 4 évben, amióta kormányon van, nem vett tudomást. Hát ennek a következményei ezek. Tehát gazdasági elégedetlenségekre gondoljunk, életszínvonalbeli problémákra, ilyesmikre? Igen, elsősorban egy olyan jelenségre, ami nagyon komoly. A Hongkongban soha nem volt olyan fiatal generáció, amelynek ne lett volna kilátása arra, hogy a jövőben jobban éljen, mint a szülei. Most viszont a mostani 10-20 éves generáció csak azt látja, hogy neki rosszabbak az életesélyei, a boldogulás esélyei, a lakáshoz jutása, a jó állás szerzésére sokkal kisebb az esélye, mint a szüleinek. Na most ezeknek egy része ezeknek a problémáknak olyan probléma, amelyek a gazdasági állapottól függenek, de egy más részét a kormány nyugodtan kezelhetné. Például semmi nem akadályozza meg Hongkongba a kormányzatot, hogy szociális lakásépítési programba kezdjen. Aha, tehát például ilyen szociális csomagokat bevezethetne a fiatalok megsegítésére. Így van, bevezethetne különböző ösztöndíjakat a továbbtanulásra, segíthetné a fiatalok munkába állását, és így tovább. Tehát vannak olyan dolgok, amiket nehéz megoldani, hogyha a gazdaság csak döcögve teljesít, de egy csomó mindent meg lehet oldani, ráadásul ennek Hongkongban egy része a szemléleti kérdés. Hongkong hagyományosan ilyen abszolút piacgazdaság,
tehát az állam igyekszik minél kevesebbet beleavatkozni a gazdasági és társadalmi folyamatokba. Úgy gondolják Hongkongban ez a hivatalos politika, hogy mindenki menjen el a piacra, árulja a munkaerejét, és akinek keveset fizetnek érte, hát az éljen olyan kevésből. Tehát a hongkongi kormányzatban nincs ez a például európai mintájú szociális érzékenység, ez Hongkongban nem divat, egyébként a britek idejében sem volt divat. Érdekes. Hát most egy része a problémáknak az valójában ebből jön, hogy a hongkongi politikai elit, gazdasági elit egyszerűen nem hajlandó tudomásul venni, hogy nem mindenki gazdag Hongkongban sem. És mert ugye vannak a tüntetőknek követeléseik is, például ilyen szociális jellegű követeléseket konkrétan megfogalmaztak? Hát elsősorban az egyetemi tanulmányokra való bejutás, azoknak az ára, tehát a tandíj. Vannak kifogások a munkába jutás, munkához, munkahelyhez jutásról, és főleg a lakáshelyzet az, ami feszít, de most ugye ezek a feszültségek, ezek elsősorban politikai követelésekben csapódnak le. Na most ugye azt tapasztalatból tudjuk, hogy attól, hogy még bevezetik a demokráciát, attól nem lesz mindenkinek lakása, ezt azért Magyarországon mi már tudjuk. A hongkongi fiatalok, akik 11 néhány évestől 21 néhány évesig vannak, ők ezt nem így gondolják, ők azt gondolják, hogyha mindenkinek választójoga lesz, attól síp-súp lesz 3 millió új lakás. Tehát kicsit naívan gondolkoznak? Hát természetesen, de ez nem baj, mert a fiatalok mindig ilyenek. Tehát a fiataloknak kevesebb az élettapasztalatuk. Ez a világ rendje. Igen. Nem véletlen, hogy a világban a nagy forradalmakat és a nagy változásokat soha nem az én 60 éves generációm vezette be, hanem mindig a fiatalok szokták. Igen, csak valahogy akkor meg kéne jobban érteni őket talán, és kezelni kéne. Igen, ugye a hongkongi kormányzat egyik legnagyobb problémája, vagy egyik legnagyobb hibája ez alatt a folyamat alatt, hogy gyakorlatilag az érdemi párbeszédet nem folytatja a fiatalokkal. Persze ez nem is olyan könnyű, hogyha nem egy szokásos, hagyományos, hierarchikus párt vezeti a tüntetéseket, hanem egy ilyen laza, hálózatszerű szervezők vannak mögötte, mert akkor nem tudja az ember, hogy kivel üljön le. Igen, pontosan. Illetve, hogy vajon mennyire ez a hongkongi kormány saját álláspontja, mennyire inkább Pekingnek az elvárása, hogy így viszonyuljon a tüntetőkhöz? Én nem tudom, hogy, tehát, hogy mondjam, én úgy látom, hogy Pekingnek egy darab elvárása van, hogy Hongkongban stabilitás, nyugalom és béke legyen. A többit, tehát annyi az úgynevezett egy ország, két rendszer elvből és politikából, ami Hongkongra vonatkozik, annyi nagyrészt igaz, hogy a legtöbb ügyben a hongkongi belső történéseket nem akarja Peking maga eldönteni, ezt rábízza a kormányra. Peking választja ki természetesen a főkormányzót, jelen esetben Carrie Lam asszonyt, és ő rábízza. Na most hát nekem nagyon úgy tűnik, hogy amikor Carrie Lamet 3,5 évvel ezelőtt kiválasztották erre a feladatra, akkor tévedtek. Ez a hölgy erre a feladatra egyszerűen alkalmatlan. Benne van a pakliban, hogy ezt belássa rövid időn belül és lemondjon? Nem, nincs benne. Én még azt is elképzelhetőnek tartom, hogy ő le akarhat mondani, de nem engedhetik meg, mert ez olyan súlyú politikai engedmény lenne, amit a kínai kormány nem fog meglépni szerintem. De persze a jövőt nem látjuk. Nehéz. De az egy teljes politikai vereség lenne, ha megengednék, hogy Carrie Lam lemondjon. Szerintem nem fogják, ő neki most már rendeznie kell ezt a helyzetet valahogy. Akkor ön szerint hova vezetnek ezek a folyamatok? Hogy fognak megállni, vagy egyáltalán megállnak ezek a demonstrációk? Hogy mondjam, azon túl, hogy most egy rendes szavazáson, egy választáson a hongkongi lakosságnak egy kicsit több, mint fele kinyilvánította, hogy támogatja ezeket a tüntetéseket, ezen túlmenően az utóbbi időben azért ezek a tüntetések jelentősen enyhültek. Illetve a tüntetések maguk egyre erőszakosabbá váltak, de a tömegek, akik részt vettek bennük, azok egyre kisebbé. Tehát ez a folyamat, ez valószínűleg még egy jó darabig el fog tartani, és különböző tüntetések, konfliktusok, remélem egy minél kevesebb zavargás lesz Hongkongban.
De ez a folyamat, ez innentől hónapokig fog tartani. Tehát nincs gyors lezárása ennek a dolognak. Meglátjuk. Nagyon szépen köszönjük a helyzet elemzését. Kusai Sándor volt kínai nagykövetet hallottuk. Minden jót kívánok, viszont hallásra. Köszönöm szépen, viszont hallásra.